A heroin szállítmányról szeretnék egy kicsit, és karcsikáról. Hát szenzációs a történet, heroin szállítmány és karcsika. Mondjátok meg nekem, mi történik Vecsésen és Gyálod, mert hogy egyébként kenderültetvényeket számolnak fel Vecsésen. Tehát komolyan, ehhez képest Mexikó, és a mexikói drogkártelek az sehol nincsen. Lecsaptak a Vecsési Escobarra. Figyelj, a Vecsési Escobar, igen. Ők egyébként azt hiszem talán Gyálon voltak. Anyuka épp heroint csomagolt, amikor a rendőrök rajtuk ütöttek közel. De a gyereknek iskolába? 25 000 adag heroin. Jézusom. 5,5 kiló, ami ugye hát úgy porciózzák, hogy kicsit felhigítják meg ugye szétosztják. A lefoglalt kábítószer utcai forgalmi érték, mint egy 70 millió forint. Kis nyugdíj kiegészítés. Károly 40 éves, karcsika, és M. Károly, mint a Józsefnél, 63 éves gyári lakos, valamint egy szerb állampolgár is volt a történetben. Amikor a rendőrség bement, mama épp bőszen csomagolta a heroint. Porciózott. Karcsika pedig egy patikai mérlegen porciózott. Nagyon jó. Hogy ez hogy van? Nagyon fura egyébként. Én azt tudtam, hogy egy vegyes savanyúságban nagyon erősek, de hogy így most megmaradt a mérleg. Ütősebb cuccokra már nem kellett senki. Most nem vitték a kisdínyét, érted? Akkor... És akkor valamire használni kellett a mérleget. Hát... Van valami durvább a helyes erőség? Persze a heroin. De amikor karcsika hazamegy, kezdjük már ott, és azt mondja, hogy na, mama, üljön le ide mellém. Megvagyunk. Tehát hogy meséled el az anyádnak, hogy holnaptól heroint fogsz? Ismerkedtem egy szerb férfival, kimentünk Törökországba, hozni kellett egy csomagot. Milyen csomag? Baklava? Karcsika? Arany? Baklava? Cukrászdát nyitunk? Kérdezte a mama. Nem, mama, egy kicsit komolyabb. Micsoda? Márvány tojás Isztambulból? Bőrkabát a bazár sorról? Kérdezte a mama nagyon lelkesen. Aztán mondta neki Karcsika, hogy nem, mama, heroin. Mama ráncolt el a szemöldökét, de egy jó anya, egy jó anya nem kérdőjelezi meg a fia döntéseit, hanem feltétel nélkül szereti. Hát jó, akkor átveszem a klumpámat, mondta. Ez az otthonkám. Akkor átöltözöm, ha csomagolunk. Abban van a biznisz, hát abban van. Én jobban örültem volna egy vegyes bortnak, tudod, non-stop, de hát Karcsika, azt gondolod, hogy ezzel meg lehet egy picit dobni. Karcsika, nem lesz baj? Nem, mama. Jöjjön csomagolni. És mama elindult csomagolni. Mikor a rendőrök egyébként betörtek február 13-án, akkor ott látták Karcsika édesanyját tetten érték, amint éppen kábítószer csomagol kisebb adagokba. Vajon hogy történt a kis... Csókolom át itt, meg mi folyik? Kezdtek szalicil, meg befőzi. Jó nagy adag befőzés lett. Vajon elővette a kis sütőkészletét, vagy egy kis patikai házi mérleg, vagy tehát hogy, mert azért az porciózni, hát azért az nagyon kell tudni, ugye, hogy mihez nyúlsz meg, hogy. Vagy a mama rutinos volt, és azt mondta, hogy... Jó, az anyag. Mama, ne úgy. Ne ennyit, mama. Az nem orvaszírta. Karcsikám, kiváló minőségű áru. Kipálott egy kicsit a hónomája, beporoztam ezzel a... Mama! 150 000 forinttal poroztam be bal hónalját. Igen. Karcsikám, amíg jöttetek ezzel a szelfével, sütöttem egy rizskót, kicsit szórtam a tetejére, és mondtam, mama, elszórt egy 4-5 grammot. Ez az Erzsók a szomszéd bazottan nagyon vidám. Bárra rezőlt, balra rezdőlt, kanapé mellé. Szóval egyszerűen nem értem. Hát ez van. Majd közben egyébként Vecsésen, Gyáli kétszögben egyébként egy 50 éves vecsési férfi két helységben alakította ki a legtermészetesebb körülményeket ahhoz, hogy vadkendert neveljen. 257 tő vadkendert nevelgetett egyébként. De rendes öntözőrendszerre gondolom napasztató. Különböző fejlettségű fokú vadkender termesztett, két helységben csinálta, az öntöző berendezést kezdve. A világításon át egyébként teljesen profin a szárításig. Alagúttal kötötték ezt a kolumbiai módra. Lehet, hogy Karcsika és az 50 éves vecsési férfi az ásott egy alagutat, középen találkoztak, és ott ment a szállítmány egyébként. Nem, mert az 50 éves férfi az viszont palánta nevelő volt eddig, csak az is bebukott. Igen. Mint a kisdínyé, és se kinek kijutott elég. Hallottkor ezt, hogy ez bejön, akkor terjeszkedő külő irányába, oké? Azért az kemény, mikor éjjel kettőkor megjelennek, nem? És ilyen tekes fazonok betörnek. Én nem tudtam semmiről, ő talált ki, Karcsika, miért mondom? Karcsika, az anyádat árulod el, Karcsika. Hát 3 hete még azt hittem, hogy Mariska a kertszomszédunk. kiderült most már ugye egyértelműen, hogy hazai hatósági vizsgálatok után igazolható, hogy multinacionális élelmiszergyártók eltérő minőségű termékekkel látják el a nyugat-európai barátaikat és a kelet-közép-európai plebszet, vagyis nekünk proliknak gondolják. Jó a rosszabb, silányabb minőség is. Hát most már megszólalt a Nébih is az ügyben, összehasonlítottak 24 azonos termékmintát, és összetételük, jelölésük, íz, világuk, érzékszervük alapján, és kiderült, hogy hát szörnyű. Szörnyű a valóság. Szörnyű a valóság, tényleg rosszabbat teszünk, silányabb minőségben. Másfajta összetevőket, aminek nem is érezzük az ízét, de nem mindegy, hogy milyen zsír, milyen olaj van benne. De ezt tényleg ki kell hangsúlyozni, itt alapvetően nem arról, nem az ízről van szó, mert az íz ez mindig szubjektív, és adott esetben egy multinacionális cégnél, főleg aki ugye élelmiszereket gyárt, előfordulhat, hogy mondjuk a helyi igényekhez igazítják annak a terméknek az ízét. Itt alapvetően arról van szó, hogy ahogy ezt többször is hangsúlyoztad, silányabb, gyengébb minőségű alapanyagokat használnak fel a termékek készítésére. Lehet, hogy az volt, hogy azt gondolták, hogy mi ehhez hozzászoktunk. Tehát, hogy volt itt nagyon hosszú évek, amíg nem nagyon megeszik ezek a lángost is. Ugye? Nem, azt gondolják, hogy jó az neked, proli. Erről van szó. Mert hogy még csak nem is adják, ugye, olcsóban. Nem. Tehát nem az van, hogy tudjuk, hogy nektek nincs annyi pénzetek, ezért kicsit olcsóbb alapanyagokból tesszük össze, de olcsóbban is adjuk, mert akkor így az korrekt. Ugyanannyiért, vagy most már, ha magyar árakat nézzük az osztrákokhoz képest, vagy akár egy német áruházhoz képest, hát megkockáztatom, hogy már néha olcsóbb, ha átmész Ausztriába vásárolni, mert van, ami olcsóbb kint. Ennek ellenére a minőség sokkal rosszabb. Tehát tulajdonképpen fognak rajtunk egy csomót. De szerintem rosszul közelítitek meg a témát. Én nem akarom megvédeni ezeket a... Megjött a multibéráról. Nem. De jó a másik oldal is. Szó sincs arról, hogy védeni akarom, csak én megnéztem ezt a Nébih listát, hogy mi mindent teszteltek, és mi az, amiben eltérést találtak. Mogyorókrém, nápolyi, joghurt, kóla, kakaópor, zacskós leves, mind egészségtelen cucc. Na most tudtam, hogy ezzel fogsz jönni. És mi van akkor, hogyha ezek a multika azt mondják, hogy próbáljuk meg úgy rávenni ezeket az embereket az egészségesebb táplálkozásra, hogy teleszórjuk a nekik szánt ételt mindenféle risz-rossz dologgal, hogy hát ha akkor rájönnek, hogy nem esznek majd mogyorókrémet, nem esznek nápolyit, nem esznek... Nem akar szóvivő lenni valahol. Ravasz. Ezzel még a mávkéséseket. De neked simán. Neked valamelyik multiszóvivőjének kéne lenned egyébként. Ez gyönyörű. Drága kelet-európaiak, mi nem lenézünk benneteket, és nem azt gondoljuk, hogy jó nektek a szemetebb is. Vigyázzunk az egészségetekre. Hát a német megeszi a finom nutellát, ami egészséges. Te ne edd meg azt a fost. Most nem a nutellára mondom, mert lehet, hogy finom, hanem azt az üdítőt, vagy bármit. Mert aztán az egészségtelenebb, tehát állját, a búzafűlére és a friss gyümölcsre. Tehát nem kell feldolgozott cukrokat, meg mindenféle olyan dolgot enni, ami egyébként is árt a szervezetünknek, azt elviszik a németeknek, mert eddig nekik jó volt. Hadd pusztuljon a férgesek, nekünk meg maradjon a jó, együnk friss dolgokat, együnk jó dolgokat. A kólánk, hogy a jó szabolcsi almából préseljünk almalevet. Nem, az, hogy ne igyál cukros kólát, tehát tudod, hogy rossz, vagy hogy piacot csináljanak a jó orosz kvásznak. Na, de azért megdöbbentő, például a harudacska. Csehországban 7%-kal kevesebb halat tartalmaz, mint a németek. 20%-kal több csirkehús van. Nesti Csehországban több mesterséges édesítőszert, és 40%-kal kevesebb te a kivonatot tartalmazott, mint Németországban. Na jó, hát a teát inni még azért egészségesebb, erre még ki kell találnom valami magyarázatot. Paprika chips a német oldalon 34% napraforgóolaj, a cseh oldalon ugye ebben csak 14% napraforgóolaj, viszont a pálmaolaj, ami jóval egészségesebb, 21%-kal több volt a cseh termékben. És miért nem sütik kókuszsírban, ami sokkal egészségesebb. Igen, a Sprite német szupermarketekben cukorral, már a cseheknél fruktóz és glükózsziruppal, náluk is szerencsétlenebb kelet-európai országokban pedig már aszpartámmal vagy aceszulfámmal édesítve. Szóval... Náluk a vodka úgyis elnyomja az ízét, úgyhogy mindegy. Szóval azért ez meglehetősen szomorú egyébként. És itt szó van ugye az ízvilágról, az eltarthatósági szavatosságról, az összetevőkről. Egyszerűen az van, hogy azt gondolják, hogy neked te kelet-európai vagy, te egyél szart. Jó, az neked. De ne edd meg, ott a lehetőség. Na de hagyd döntsem el, hogy megeszem vagy nem, de hadd egyem ugyanazt. Aztán majd én eldöntöm, hogy akarom enni. De az, hogy értem az érvelésedet, de hogy kicsit billeg abból a szempontból, hogy ugyanannyi pénzért veszem meg, viszont... De én meg akarom enni, én nem csak meg akarom enni, be akarom akarom kenni a testemet, magyarokra, mert abba akarok fürödni, abba akarok hajat most át már amennyi. Na jó, ne túlozzál, jó? Azért ne túlozzál. Én imádom, tehát nincsen vele semmiféle probléma, nem hogy problémám lenne vele, hanem függő vagyok. Én azt szeretném, hogyha ugyanazt a minőséget kapnám meg, amit megkapnak az osztrákok is. Nem szeretnék ezért olyan csemege üzletekben, meg olyan mindenféle áruházakba látogatni el, ahol tudom, hogy a németet árulják, és nem a lengyelt. Én mindenhol ugyanazt a nutellát akarom. Persze, nyilván Anita is most viccesen próbált érvelni. De nem sikerült neki. Kicsit. Na jó, kicsit azért. Igen, egy kis ízfokozó volt. Valahogy legalább megszólaljon a másik oldal is, vagy képviselje valaki a másik oldal. De teljesen egyetértek veletek, tehát abszolút mértékben igazatok van. És akkor nem beszélve a mosóporokról, ugye nem beszélve a ruhák minőségéről. Te is mondtál. Egyszerűen átmész tankolni, tehát lehet szépíteni, az osztrákoknál tankolsz, akkor lassabban fogy el a benyár, jobb minőségű az üzemanyag, nem tudsz ezzel mit csinálni. De hát a mosóporokról is városi legendák voltak sokáig. Aztán kiderül, hogy más az illat, más a koncentrátum. Papír granulátumokról lehetett hallani, aztán kiderült, hogy igenis van benne igazság, stb., hogy a mosóerejük sokkal gyengébb. De miért, hogy ők jobban megérdemlik, mint mi? Hát nem, tehát ez minden állat egyenlő, de azért mégis vannak egyenlőben? Igen, mindig vannak egyenlőbbek. Na, mindjárt fölhívunk valakit a témában, aki segít nekünk eligazodni egyébként. A élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár úr, bocsánat! Egy államtitkár. Bocsánat, kérek. Ő hol vásárol? Biztos Ausztriában. Határközel. Az elején tisztázzuk, hogy az oldalán. Aztán megcsináljuk majd a tesztet is, mert egyébként kíváncsi vagyok, hogy érzitek-e. Hoztuk mogyorókrémet, csokoládét, műzlit is kóstolhattok, ha akartok egyébként. Ez a terek. De hogy elmondtuk, ugye nyilván nem minden az ízlelés, mert hogy te a pálmaolajat nem mondod meg egyébként, meg az egészségtelenebb vagy egészségesebb olajat, sőt az is lehet, hogy még egy-két termék jobban ízlik, de ez nem csak egy szubjektív ízteszt, tehát itt azért az összetevőket is nézni kell, hogy milyen silány minőség. Mindenesetre tényleg elkeserítő, nem? Abszolút egyetértek. De eddig csak gondoltad, hogy szarabb, most már tudod. A másodosztályú állampolgárnak. Szebb autó, szebb ház, jobb levegő, minden van neki. De hogy most már a kajába is, érted, nem adja oda azt a halrudacskába, nem teszi bele ugyanazt a halat, hát tegye már be ugyanazt a halmennyiséget. Hát de nem. Most már a kérdés csak az, hogy kukoricalisztet. Ugye az össznépi felháborodás, meg ugye a panaszkodás után, mert hogy a kormány is panaszt tett már az Európai Bizottságnál, ha jól tudom. Tehát, hogy lesz-e bármiféle változás, vagy marad minden ugyanúgy, és akkor kénytelenek vagyunk. Nem, legutóbb ugye a visegrádi országok is már ezt jelezték, amikor Szlovákia volt az EU soros elnökségét betöltő ugye ország, hogy most már azért így jól lenne összefogni. Tehát ez most már azért így az európai plénum előtt van, most már nem mindenki csak egy rádióműsorban morog, hanem egyszerűen jelezték a piasztorzítást és a tisztességtelen haszonszerzést, hogy akkor tegyék bele ugyanazt. Tehát van valamiféle mozgolódás és összefogás. Na de mindjárt megkérdezzük, mert itt van velünk Zsigó Róbert. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Jól mondom, államtitkár úr! Hát figyelj, nem akár így is lehet. Akár így is. Tegeződhetünk, Robert, mindenkivel tegeződünk, meg hát a hangod alapján. Természetesen. Köszönjük szépen. Üdvözlöm a hallgatókat. Te hol vásárolsz? Őszintén Bécsben? Nem vásároltam még talán életemben Bécsben. Baján a piacon. Baján, na, hát a házi, ugye? A jó házi. Hát abban nem csalódik az ember. Na, élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár, azt olvasom én a neved alatt. Ugye most már megszólalt a nébi, kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok. Valóban van egy európai összefogás ez ügyben, hogy kicsit javuljon ez a minőség? Igen, a visegrádi négyek mindannyian jelezték már az Európai Bizottság felé, hogy valóban ez, mondhatjuk azt talán, hogy felháborító, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyek silágyabb minőségűek Magyarországon, mint ugyanezek mondjuk Ausztriában vagy Németországban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, amely a Földművelési Minisztérium felügyelete alá tartozik, vizsgálatot is végzett ez ügyben, 24 terméket vizsgáltuk, ugyanolyan termékeket, ráadásul ugyanazokban az áruházakban is vettük meg, tehát Magyarországon is, illetve Ausztriában is, és ez laboratóriumi vizsgálat volt, érzékszervi vizsgálat volt, például a levesporból főztünk is étetet, megkóstolták a kollégák, megnézték, és így jött ki ez az egyébként elkeserítő eredmény. Na, ez tulajdonképpen már az eredménnyel mi is tisztában vagyunk, hogy valóban elkeserítő. Ugye jól tudom, hogy itt voltak üdítőitalok, mogyorókrémek, amit te is mondasz, levesporok, harudacskák, csokoládé, rengeteg minden, és igazából mindennél kiderült, hogy rosszabb minőség az, amit mi kaptunk. Nem mindennél, volt amelyiknél nem volt minőségi különbség, például a csokoládéknál nem volt minőségi különbség, Volt egy kávétesztünk, ahol volt olyan kávé, amely azonos vagy jobb minőségű volt, mint Ausztriában, de a termékek döntő többségében más volt az összetétel, nyugodtan mondhatjuk, hogy silányabb minőségű volt az élet. Mi alapján kerülnek kiválasztásra a termékek? Tehát miért pont ezt vizsgáljátok, és miért nem jöhet még be mondjuk valami más is? Ilyenkor kaptok egy fülest, hogy gyerekek, szerintem ez rosszabb? Minden bejöhet, ugye ennél a vizsgálatnál ezt a 24 terméket úgy választottuk ki, amelyet azt gondoljuk, hogy a legtöbbet vásárolnak az emberek, a legkedveltebbek, a csokoládék, a levesporók, a magyarókrém, hogy most ki nem mondjam a nevét, tehát hogy azokat vizsgáltuk meg, amelyeket azt gondoltuk, hogy a legkedveltebbek, legtöbbet vásárolnak. Volt lakossági bejelentés, de nem volt nagyon sok, tehát nem ezért kezdtük el, hanem azért, mert mi magunk is tudtuk, hogy lehetnek ilyen problémák. Ugye a Nébiknek van egy SuperMenta terméktesztje, minden hónapban bizonyos termékcsoportokat vizsgálunk, és amikor van olyan, ami Ausztriában is, meg Magyarországon is, máshol is kapható, akkor mindig megvizsgáljuk azt is, és ennek az eredménye a supermenta.hu oldalon nyilvánosságra is kerül, éppen azért, hogy tájékoztassuk az embereket még vásárlás előtt, hogy melyek azok a termékek, amelyeket érdemes megvásárolni, és melyek azok, amelyekkel van probléma. Oké, de hogy ilyenkor nem lehet szankcionálni ezt a dolgot? Tehát azt mondjátok egy-egy termékelőállítónak, gyártónak, hogy ha nem adod ugyanazt a minőséget, akkor egész egyszerűen nem jöhet be az országba a terméked, elesel profitol. Tehát az, hogy azt mondja, hogy hát nem, ez nem igaz, mi ugyanazt a minőséget adjuk. Olvastam egy-két nyilatkozatot multiktól, nyilván senki nem ismerte be sehol. Hát így ezt mondom, legalább olyan elkeserítő ezeknek a cégeknek a magyarázkodása, mint maga a tény, hogy másfajta minőségű az élelmiszer. Az a helyzet, hogy volt, aki beismerte? Vagy volt, aki a sok-sok gyártótól, amit itt felsoroltál, valaki azt mondta, hogy igen, tudjuk, dolgozunk rajta. Amit én olvastam, bizonyos értelemben mindenki beismerte, hogy más a minőség, mert nem is lehet ezzel más csinálni, hiszen vizsgálatot bizonyítják, de mindenki elkezdett magyarázkodni. Most én azt gondolom, és az is a tapasztalatom, hogy a magyar embereket nem érdekli ezeknek a multiknak itt a jogászai, meg a marketingesei által előállított magyarázkodás, ők elvárják tisztességbeli kérdés. Ez szerintem elsősorban nem jogi tisztességbeli kérdés, hogyha ugyanolyan terméket vásárolnak, akkor ugyanolyan. Ráadásul ugyanannyi pénzért, tehát nem is olcsóbban. Hát, vagy drágában, ugye erre igen. Mi nem tudunk vizsgálni, mi nem tudjuk ezt vizsgálni, hogy mennyibe kerül. Én nem csodálkoznék rajta egyébként, és szerintem ezeknek a multiknak se kéne csodálkozniuk, hogyha a magyar emberek azt mondanak, hogy amíg nem kapnak azonos minőséget, addig nem vásárolnak ezekből a termékekből. Hát vagy azt mondaná egy ország, vagy egy élelmiszerlánc felügyelet, hogy már pedig akkor nem hozhatod be a termékedet, vagy nem engedjük, hogy forgalmazd. Tehát, hogy ugye, ezt mi vizsgáljuk, hogy milyen, ugye most én arról beszéltem, hogy szerintem ez elsősorban nem jogi kérdés, hanem tisztességkérdése, de természetesen van jogi oldala is. Ugye az Unióban van egy nagyon szigorú élelmiszerjog, amely gyakorlatilag alá van rendelve az áruk szabad áramlása alapvető jogának. Amit ez nem szabály, az abban lehet Magyarországon szabályokat hozni. Próbáljuk vizsgálni, hogy mit lehet tenni. Remélem, hogy ezután az Európai Bizottság is vizsgálatot fog indítani. Addig pedig nekünk az a legfontosabb feladatunk, amellett, hogy a jogi részét vizsgáljuk, hogy megpróbáljuk az embereket ellátni olyan információkkal, amely alapján tudják, hogyha bizonyos terméket megvásárolnak, az jó minőségű. És ugye azt szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó, hogyha sikerülne az, hogy jó minőségű, Magyarországon termelt, Magyarországon előállított élelmiszer fogyna inkább jobban ezek helyett, a silányabb minőségű élelmiszerek helyett, az egyébként magának a gazdaságnak, az élelmiszergazdaságnak is jobb lenne. Tehát a vásárlói tudatosság ebben a tekintetben nagyon fontos. Hát igen, csak a magyar kóla meg a magyar magyarókrém még nem tartott, mert igen. Ugye most ezekről beszélünk, a magyar gyümölcsöt, ez veszik az emberek, meg a zöldséget, csak ezek ugye olyan termékek. Nyilván nem. Meg nyilván nem is lehet megmondani az embereknek, hogy mit tegyenek, csak információkat lehet eljutni hozzájuk, hogy mit érdemes megvenni, és miért nem érdemes pénzt adni. Ugye láttam ezzel kapcsolatban tegnap este egy híradós anyagot valamelyik, nem tudom, hogy hol. És ott az egyik hölgy, aki vásárolt, azt mondta, hogy hát ezzel neki együtt kell élni, nem tud mit csinálni. Ugye ezen a területen azért a végén mindig a vásárló szavaz a pénzével, ha azt lehet így mondani. Tehát mindig ő dönti el a végén, hogy az áruház láncokban milyen termékek vannak, és hogyha erre tudunk figyelni, nem csak ez a megoldás, Hogyha erre tudunk figyelni, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy mondjuk ezek a cégek ne engedhessék maguknak azt, hogy ilyen termékeket hozunk. De természetesen a kormány is, a minisztérium is, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is mindent meg fogunk tenni a magyar emberek érdekében. Ez egy ilyen közös fellépés kell, hogy legyen. Robert, nagyon szépen köszönjük. Várják, hát ez nagyon korrekt volt. Két nagyon fontos kérdés van, hogy lehet bekerülni a kóstolóbizottságba, és a maradékot a Jani, hogy tudja elvinni. És Kósa Lajos, miért nem tud ilyen mondatokban fogalmazni? Sose hallottunk tőle még ilyen szép összefüggő mondatokat. Robert, nagyon szépen köszönjük, hát örülünk, hogy dolgoztok az ügyön, hogy vagytok és képviseltek bennünket, meg hogy már úgy néz ki, hogy van azért egy ilyen egységes európai állásfoglalás is. Köszönjük szépen, jó munkát! Köszönjük, Zsigó Róbert élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár úr volt a vonalban. Na teszteljünk, akkor melyiket akarjátok először megkóstolni? Van műzli, amit megnézhettek, van csokoládé, és van mogyorókrém. Hát a mogyorókrém a legegyszerűbb, mert a mogyorókrém enne annyira látszik, de nem mondom el, hogy mi látszik, kóstoljátok meg, és csináljátok úgy, mintha nem tudnátok, jó? Meg szemre, ízre kérném az ízvilágot, a sejmességet, a színárnyalatbeli különbséget, az egyik ne forgasd meg a... Egyet innen, egyet onnan vegyünk? Egyet innen, egyet onnan. Próbáltam a kettőt, akkor egyet cseréljünk. Egyet innen, egyet onnan vegyetek el. Tessék. Jó. Na. Az A kanál... Igen. Sokkal kevésbé fényes, tehát tompább fényű, nálam igen. Az egyik, mint a B kanál. Igen. Ez a ránézésre, abszolút. És a B kanálnak tehát nem olyan száraz, ez nedvesebb. Jó, ha leveszed, majd adod és megeszem. Leveszed a leokopaszt a szemüvegedről? Nem, alatta néztem ki, viccel, már évek óta csalok. Na, tényleg, hát ennél a mogyorókrémnél tényleg egyértelműen látszik, ha az ember megkóstolja, érződik, de már nem is kell megkóstolni, valóban elkeserítő, ugyanis... Más a színe is. Igen, ez az, ami igazán érdekes, hogy hoztunk ugye egy igazi olaszt, és hoztunk egy lengyel talán, ugye? Az igazi olasz, ez az nem igazi olasz, hanem az osztrák vagy német. Osztrák vagy német. Na mindegy, a lényeg, hogy egy ilyen, egy olyan, azonos márka. Nyugatról gyűjt, a másik az pedig nekünk van, és hát a színe már az, hogy sokkal sötétebb, sokkal krémesebb, teljesen egyértelmű. Tehát, a krémesebb, figyeljetek, nincsen, az a baj, hogy nincs kérdés. Nincs. Tehát nincs kérdés, tehát hogy ezt megmondom nektek. Ez a jobb kezembeli, ez a lengyel, ez pedig a német vagy az osztrák. Tök igazad van. Kettő között az a baj, hogy akkora a különbség, hogy ha így tudnék festeni, igen. Akkor érted. A színe más. Galériában lenne a helyem. Komolyan. Tehát, hogy egyszerűen más jellege van. Ahogy a Feri is mondta, nem csak egyébként különalakú, tehát végignézel rajta. Egyszerűen a német igen. Jobban néz ki, hogyha úgy tetszik. Másrészt az állaga sokkal krémesebb, és sokkal több kakaó van benne. Mondjuk beszéltünk róla, hogy alapvetően itt arról van szó, hogy lehet, hogy igen, más az íze. Én most jó, lehet, hogy persze az ízlés szubjektív, én a németet jobban szeretem. Jobb is volt. Én nem vagyok rajongója ennek, én nem vagyok egy nagy édesszájú. Én viszont igen. Azt tudom, de én mondjuk most kóstoltam itt életemben ötödjére, nem vagyok tényleg odáig érte, és most is azt mondom, hogy igen, a másik, ami fényes, krémes, jó, sokkal jobb az állaga, és sokkal jobb az íze is. Nem lehet, hogy igen. És a németben csak mondom, hogy színezék és tartósítószer nélkül van, magasabb a kakaó származék, vagy a kakaó származék. Az anyagtartalom, a kelet-európai babban aroma is van, egy kis vaníliaaroma, egy kis tejsavópor, hát... Igen, és figyeljetek, az a baj egyébként, hogy én tapasztalatból mondom, mert tényleg időben ez a happünk volt, sőt, most is egyébként mondani, vagy mondhatni lehet ezt, hogy mindenhonnan, ahonnan lehet, én kérni szoktam, hogyha utazik el valamilyen ismerősünk olyan országban, ahol még nem voltunk, hogy hozzon onnan, hogy össze tudjam hasonlítani a másokkal is, és mondjuk, hogyha összehasonlítom a németet a franciával, vagy mondjuk az osztrákot az olasszal, ebből a magyaros kakaókrémből, akkor azt érzem, hogy nem jobb vagy rosszabb, hanem más. Viszont itt más. A lengyel és az osztrák között azt érzem, hogy egyszerűen gyengébb a lengyel. Igen. Na, van egy műzlink is, meg kellene mondani, hogy szerintetek melyik az, ami silányabb és Kelet-Európának jön, nekünk jön, és melyik az, ami az összetevők alapján nem is kell ízlelni egyébként. Nézd a színét. Jó, hát igen. Az összetevők alapján más a csokoládé benne, több ez, több az, tehát melyik lehet az igazi? Ugyanaz a termék. Ne szívassál már. De ez ugyanaz a termék, megdöbbentő a különbség. Az egyik egy sötét színű, karamellizált, egy csomó csokival, egy csomó egyéb maggal, nem tudom mik ezek benne, és a kis rozs, vagy nem tudom mik ezek a kis pelyhek, azok is sötétek ebben. Igen, tehát hogy az egyikben ilyen nagyon fehér, apró kis zappelyhek vannak, ilyen, tényleg ilyen nagyon-nagyon halvány, ilyen kis fakoszínűek. A másikban pedig a zappelyhen látod, gyakorlatilag látod magát a zapszemet, ahogy szét van nyomva. Tehát, hogy az egészben ott van benne a zappely. A másik meg olyan, mint hogyha valamilyen hántolt zab lenne. Tehát, hogy nagyon furán néz ki. Nem, ez kakaós, ez meg nem kakaós. Egyébként tényleg durva. Abszolút ugyanaz. Igen. Az egyik egy sokoműzli klasszik, a másik meg egy csokoládé műzli, mi meglepő, ugyanaz a gyártó, ugyanaz a neve, minden ugyanaz. Hát itt is egy teljesen egyértelmű látszik. Ja, és mondom, hogy egyébként hát gondolom, hogy ez lehet valószínűleg a német, ami egy kicsit sötétebb színű, abban ilyen kröncsis, ilyen ropogos darabok is vannak, miközben a másikban semmi, nyomokban nem tartalmaz ilyesmit. Uh-huh. Na most egyébként itt a világos a német. Így van. Egyébként a világos a német, nem a sötét. Tényleg? Igen, aha. A világos a német. Meg egészen más az igazi csokoládé. Igazi csokoládé, sokkal több gyümölcs, sokkal több mazsola, az meg ilyen felfújt pelyhek. Jó. Összessége. Igen. Jó, most még a csoki tesztet is akarjuk? Hát egy falatot csak kóstoljatok. A harmadik, az pedig egy olyan csoki teszt, amit ugye gyerekeknek adnak el leginkább, tehát velük hirdetik. Ott már a színbéli különbség ez is a keleti, ez a nyugati viszontlátásra. Hát, hogy így ránézel, és már látod a kettő közt a különbséget. Ugyanakkor ez már, valljuk be őszintén, ez nem a mogyoros kakaókrém témakör, hanem ez csokoládé. Tehát, hogy a csokoládé attól csokoládé, hogy látod, hogy van benne irdatlan mennyiségű kakaóbab, vagy kakaópor, ugye? És nem fehér csokoládét, vagy... Más a színe. Egész egyszerűen máson. Más a színe. És bevonó. Igen. Jó van, gyerekek, ügyesek vagytok. Na, jönnek a tippek egyébként, hogy kit választ Mr. Valentin, Miss Szerda, Miss Csütörtök, Miss Hétfő, Miss Kedd, biztos, hogy én biztos vagyok benne, jó emberismerő vagyok, higgyetek nekem, az öreg rókán a kétfőt választja. Hát meglátjuk. Mi a barátaid is beszálltak SMS-ben, hogy a telefonodat nézed el az ajándék. Igen, írtak a haverjaim is, hogy bali-bali tarszabadom, Miss Csütörtököt, megyek én vele. Na, hívjuk akkor Mr. Valentint, aki már itt is van velünk. Ati, hello, jó reggel, ciao. Szervusz, jó reggel. Jó reggel, hello, ciao. Na, eljött a nagy nap. Eljött, így van, jól néz ki eddig. Eddig szerintem jó, rendben vagyunk a lányok szempontjából legalábbis, nagyon jól állunk. Határozottan vársz még Miss Péntekre, vagy már egyébként, ami nem baj, nyugodtan elmondhatod, 80%-ig meg vagy a döntéssel, hogy kit viszel magaddal? Hát itt tegnap nagyon sokat agyaltam, mert úgy gondoltam, hogy a 4-ből kéne egy, és akkor a péntekkel megversenyeztetni. És most sikerült. Tehát, hogy akkor megvan. Hogy akkor megvan, igazából. Az eddig. Jó, nem mondd el, hogy ki, véletlenül sem mondd el. Igen. Persze, értem. Hát aztán lehet, hogy most Miss Péntek felülír mindent. Hát Miss Péntek annyira felülír mindent, hogy egyelőre Miss Péntek nem elérhető. Na, pláne. Tehát Miss Pénteken elmondom, mi történt. Annyira kelendő, igen, hogy Miss Péntek még egy órával ezelőtt itt volt, jelentkezett, beszélt Annával, Anna mindjárt elmondja, hogy mit mondott egyébként, és azóta Miss Pénteknek vagy elvették a telefonját, vagy a pasia rájött, hogy benevezett erre a versenyre, vagy csak megijedt, de Miss Péntekünk egyébként eltűnt. Mi történt, Anna? Még egy órával ezelőtt megvolt, ugye? Nem egy órával ezelőtt, 10 perccel ezelőtt beszélt vele, Júli beszélt vele. Uh-huh. Itt van. Jó van, jó. Hát, magad gyerekek, akkor vagy Júlinak, vagy Annának be kell ugrani. Hát, vagy alternatív megoldást kell Zsülnek. Igen. Zsülcikké, mondjál magadról néhány mondatot. Sziasztok, bak vagyok. Magas. Igen, diszkréten sportosnak mondod. Sportosnak mondod, de ez hazugság. Igen, magam által sportosnak mondod. Mások által hajjaj. Igen. Mondd, Júli. Mond nyugodtan, bátran. Biztosra is hívjunk fel egy másikat így rá. Nem, arra már nincs idő. Tehát, hogy szerintem akkor a 4 közül kell választani a Hatinak igazából. Van nála tartsi bugyi? Fogkefe? Azt tudtok venni. Ja, nem. Tényleg összepakoltál már a hétvégére? Meg vagy kis csomag bekészítve? Hát fejbe össze vagyok pakolva, az 5 perc nálam. Igen. Aha. Fejbe össze vagy pakolva. Ja, igen, tudom mit, tudom, hogy hova, igen. Uh-huh. Jó, hát akkor úgy néz ki a dolog, hogy sarolta lett volna, elmondom neked, sarolta lett volna Miss Péntek. Elmondom, hogy mit kellett volna róla tudni, hogy mit tudunk Saroltáról. Nagyon helyes kis lány egyébként, 24 éves versenytáncos, ügyvédgyakornok, nagyon cukis csaj, és Egy igazi bombázó is szereti az egyészakás kalandokat is. Hát mindegy, elbuktat. Gyerekek, nem azért mondom, a fotója alapján bitang. És benne semmi szívfájdítás nincs. Anyád! De hogy a fotó alapján bitang, megmutatjuk majd neked, vagy ha akarod, Gyuli átküldi igazából. Mr. Valentin, igen, üzen neked is. Nem tudom, hogy akarom-e. Jó. Ügyvédirodában jogi asszisztensként dolgozik, sokoldalú, Győrben tanult, imád sportolni. Hát nem akarok róla többet elmondani, ha már nem akar adásba kerülni, ne lehessen jobban beszűkíteni. Területi tverkbajnok. Igen. Nem, figyelj, de nem, tehát nagyon helyes. Egy magas sarkú cipőben ül egy ilyen fehér kanapén, egy ilyen fekete, nagyon csini kis ruhában. Egyik lába földobva. Jó, de nem szívfájdítás, ha nincs, lehet, hogy meggondolta magát, vagy történt valami, nem tudjuk elérni. Ilyen van, hát ez az élőadás varázsa. De beszélgess velünk, mi megpróbáljuk hozni azt, amit tőlem kérdezzél, mi után. Fejezetek az péntekért, Mr. Péntek. Hagyj legyek én, Mr. Péntek, igen. Mondjad, Feri, mit akarsz? Hogy a másik négy lány is ugyanúgy csinos. Nagyon csinos a másik négy lány is, csak most itt volt előttem Mr. Péntek, de mindegyik csaj, hidd el, hogy csinosak, helyesek, meg hát hallottad a hangjukon, hogy aranyosak, intelligensek, jófejek, csipogó hangjuk van, és nagyon normálisak szerintem, és jól választottunk. Hát igen, feladták a leckét, az tuti. Oké, figyelj, nem baj, úszunk az árral, tehát nincs baj, megoldjuk a történetet. Azt kellene akkor, hogy kicsi indoklással, majd a végén mondd ki a nevet, jó? Indokold meg, ha akarsz, végigmehetsz még a jelölteken, kinél milyen benyomásod volt, kinél hogy érezted, és csak a legvégén mondd el akkor, hogy kit választottál. Vezest föl őket néhány mondatban. Vagy akiről akarsz, hogy vaciláltam kettő között, és a végén őt választottam. Jó? Mesélj akkor egy kicsit a döntésedről, vagy a folyamatáról. Jó. Hát ugye rengeteg tanácsot kaptam, tehát a döntés meg úgy született meg, hogy bezárkóztam, és egyedül visszahallgattam azért a dolgokat. Visszahallgattad az összes lányt, tényleg? Igen, visszahallgattam, így nyugiba este, és akkor kettő közül vaciláltam egyébként. Azt mondhatom már? Nem mondd el, hogy ki volt ez a kettő. Ilyenkor mit hallgat az ember? A hangszín után nyilván az információra is kíváncsi, nem? Hogy ki milyen volt, ki hogy reagált arra, amit kérdeztél. Igen, de a hangszín az nagyon sokat számít. Egyébként a bemutatkozások az már ott magába egy nagy indok volt. Tehát utána meg a beszélgetésekre ugye ezekre emlékeztem. Mindegyikre a bemutatkozásokat még egyszer visszahallgattam, és akkor ott nagyjából úgy az egyik talán így őszinténnek szűnt, meg úgy kellemesebb volt visszahallgatni az egyiket a többinél. Tehát valakinél azt érezted, hogy jobban egy húron pendülnétek majd, ha együtt töltitek a hosszú hétvégét. Igen, ilyen könnyednek tűnt, így visszahallásra, és akkor meg is született bennem a döntés. Na. Igen. Attikám, hát mondd el akkor, hogy adásba tudjuk tenni, jó? Mert annak akarottál a kis listával a kezében, hogy kit választottál és miért. Na, hát akkor el is mondom, ugye az egyenragú könnyed beszélgetésünk miatt, a belevalósága miatt, meg úgy éreztem, hogy ezért a beszélgetésünk után még egy csomó minden nem tudnánk még hova folytatni. Volt benne titokzatosság is, és jó feleke van, Miss Csütörtöknek. Az én tippem nem jött be, Feri. Én hétfőt mondtam. Én Miss hétfőt tippeltem, Jani. Én Miss Csütörtöknek gondoltam volna, és azt mondtam, hogy biztos nem fogod azt választani, akit én választottam. Csütörtököt választottad? Tényleg? Na, hívjuk is akkor. Hívjuk akkor. Én szerintem látva az SMS falat is egyébként nagyon sokan Miss hétfőre gondoltak, de keddeti, szerdát és csütörtököt is mondták egyébként rengetegen. Úgyhogy hívjuk akkor Júliát. Júliát. Így van, Julit hívjuk. Miss Péntek büntetését pedig csak bízd rám. Ígérd meg, hogy kemény lesz ellen. Mindegyik lány helyes volt, Miss Péntek is nagyon helyes lány. Nagyon nagy duma. Ő azt mondta, hogy szerint egy pasiról arról, ahogy táncol, meg lehet mondani, hogy bánik a nőkkel. Egyébként ez tök igaza van, igen. Júli, jó reggelt, hello! Sziasztok! Szia! Hello, Júli! Jó reggelt! Éppen ebben a pillanatban értem be a céghez. Tényleg? Azért vagy ilyen kis visszafogott, mert benn vagy a cégnél. Igen. Na, mit szólsz hozzá, Juli, hogy te lettél a kiválasztod? Hú, hát izgulok, és örülök, úgyhogy beszéljük meg adás után, hogy mikor meghal, úgyhogy megyek. Nem, hát ez nem adás után. Beszélj. Még tegnap érezted, Juli, hogy odaérhetsz, vagy hogy jól sikerült a beszélgetés? Hát próbálkoztam. magamat adni, úgyhogy örülök, hogy ezt tetszett, mert én elég ilyen vagyok. Júli, te izgulsz? Igen, hogy de nem? Jó, milyen benne van a hangodban minden. Tényleg ez az egy perccel azután, hogy megtudtad az eredményt, szólnak, hogy na, hogy gyerek, itt van, óriási. Igen. Mi derült rólad ki, Júli? Tegnap csak pár mondatban, hát ha valaki a tegnapi adást esetleg nem hallotta, hogy hány éves vagy, hol dolgozol, csak így nagy vonalakban? 23 éves vagyok, és marketing gyakornokként dolgozom, de iskolába járok elsősorban. Igen, egy titkos iskolába, mint azt megtudtuk. Igen, az egyetem, ami nem annyira egyetem, és van sport is, ugye? Sportolsz. Igen, nagyon szeretek táncolni, jogázom, meg szalszázom, meg vagy a nyáron több és sportot oktattam. Animátorkodsz. Igen, görög és hurgadai és tesszalonikisztában 60 pluszban animátorkodsz a medencében. Mondjad, Feri, azt már vettétek a jogát, hogy mind a két lábad felteszed. Na, beszélgessetek akkor kicsit, jó, hogy ki mit hoz, hol találkoztok, mert ez bennünket még érdekel, tehát most ne rajtunk keresztül, hogy össze vagytok kötve. Attikám, akkor vedd kezedbe az irányítást, beszéltek meg, hogy hol találkoztok, mi legyen, hány órakor, hát ezt Atti, neked kell irányítani. Jó, mikor felálnék, szerintem 11 után már felveszem az autót, és el is tudnék menni, érted? Hát hova kellene. Akkor elengednek, úgyhogy szerintem ilyen 3 óra felé, hogyha ez meg megoldható. Nehogy már kérjük el 11 után. Igen, srácok, intézzétek el. Igyekszem ellogni. Szigorú a főnök, Júli? Szigorú a főnök? Van dolgom, úgyhogy én nagyon rövidre zárnám a beszélgetést, hogy minél előbb be tudjam fejezni a munkám, mit szóltak hozzá. De menne, dolgoztam. Hánykor szabadulsz akkor nagyjából, Júli? Nem tudom. Attól függ, hogy mikor leszek kész, úgyhogy... Sok a meló? Igen. Delegálj! Összepakoltál, Júli? Tényleg össze vagy pakolva, Júli? Igen. Komolyan? Tegnap este gondoltad, hogy mi baj lehet, bepakoltál? Muszáj volt, tehát ha nem pakolok be, akkor még este hittességezem volna sehova, úgyhogy... És bevitted a cuccot magaddal? Tehát ott van már igen. A kis... Egy kis gurulós bőröndel megjelentél ma a munkahelyedem? Bocs, gyerekek, vakrandira megyek, ha én leszek a kiválasztott felkiáltással? Igen, rá van írva a bőröndömre. Igen, vakrandi. Igen. Jó, hát ez tök jó, én bírom az ilyen rámenőséget, hogy gondoltál előre, hogy már ne kelljen hazamenni. Te Pest környéken dolgozol? Nem kell megmondani, hol, csak kérdezem. Igen. Uh-huh. Ati, te pesti vagy egyébként? Igen. Hát akkor jó, akkor megoldva. Oké, Júli, téged elengedünk akkor. Nagyon-nagyon-nagyon érezzétek jól magatokat hétvégén, mennyi, mert tudom, hogy dolgoznod kell, és... Pörgesd le gyorsba. Csak így keményen, pörgesd le gyorsba, baby. Pörgesd le gyorsba. Aztán tűzünk a kabrióval kicsit. Jó, és akkor hétfőn beszélünk újra, hogy sikerül. Jó? Sziasztok, köszi szépen. Júli, köszi, puszi, ciao, várjál, Ati, még ne tedd le, ciao, hello. Na, hát egy serény asszony, aki még dolgozik, mielőtt elindultak, de nincs ezzel baj. Te már 11-kor tudnál menni, Ati? Én Szabit kértem már, persze. Így van. Ne kelljen korán kelni, kipihent legyen a hétvégére. Én útra készülök, igen. Be vagy már sorzalűm. 3-ra kell menned, 11-re már ott lehet 4 órád, mit csinálja? Hát menj el, visz hétfőz. Egyébként lesz idő, igen. Na jól van, oké, figyelj, hát akkor érezd magad nagyon jól, vagy érezzétek magatokat nagyon jól. Jó. Megmutatjuk, hogy mivel tesszük még boldogabbá ezt a Valentint. Figyelj, hallgass meg! Gratulálunk! Az ajándékotok egy felejthetetlen kétszemélyes hétvége a Miskolc-Tapolcai Avalon Park luxusszállodájában, az Avalon Resort & Spa-ban, ahol rönkházban pihenhettek, és kipróbálhatjátok az erdei elektromos gokart pályát is. A szállodában virágcsokor vár benneteket, és egy Chocogarden narancsos trüffelízű praliné. Hogy mindig pontosak legyetek, tiétek egy páros Kagen karóra szett a Szexárdi Barsi Óra szalontól. Az utazásotokat egy vadonatúj Renault Szenik biztosítja a Renault Budapest felajánlásából. www.renaultbudapest.hu. A Valentin napi brilliáns aranygyűrűt pedig a Smukkékszer ajánlotta fel. www.smukkékszer.hu. Hát komolyan mondom, gyerekek. Óra, ékszer, hát itt minden van. Hát itt minden. Kellemes felsorolás volt. Igen, ez jól hangzik. A romok eltakarításában pedig a hopci termékcsalád. Igen. És a takarító nő Kft. vállalta az állásos tevékenységet. Attikám, legyél ügyes, jó, csak diszkréten rámenő, szépen úriember módjára tessék viselkedni, hagyjuk meg a lánynak a döntésjogát, semmi erőszakoskodás, két vörös boros kola után, jó? Tehát, hogy szépen, ha ma nem, akkor holnap van időtök, élezzétek, kiránduljatok, kokátozzatok. Gazella legyél, ne rinocérosz. Elegánsan, elegánsan, ahogy kell. Vigyázzunk mi is csütörtökre. Érezzétek magatokat nagyon jól, várjuk akkor hétfőn 9 után az élménybeszámolót, jó? Rendben. Köszönjük szépen a lehetőséget. Hát nagyon szívesen. Érezzétek jól magatokat, hétfőn beszéljünk. Jó? Köszi! Jó van. Sziasztok! Jó mulatás! Ciao, hello! Hello. Mennyire rajta beülnénk az autóba, és lemennénk mi is az Avalonba, és folyamatosan szemmel tartanák őket, és mindig, hogy hát, minden oké? Látunk óvatosan, kisfiú. Lass, szemed rajta, népszabadság mögött, a mögött már nem, mit tudom én, magyar idők, magyar nemzet. A pult mögött Feri törölgetné a koktélos poharakat, én lennék a fizetőpinc. Én lennék a szobaszerviz, minden, nem? Segíthetek? Elviszem a tálcát. Csak észszel, momotosan. Jó, nem lehet forni az egész virágos kertet. Egyébként ez jó. Jó lett volna, megcsináltuk volna, hogy mi vagyunk a személyzet a szállodában, és mindenhol felbukkanunk. Tudod, úszkálnak a medencébe, csak fölbukkanok, megpörgetem a füleimet, mint egy vízilő. Orros a víz, óvatosan. Megjelenik egy ilyen tortás dobozzal a fejmen, én vagyok a Lord Niner. Csak óvatosan. Na jó van. Én szerintem egymásra. A rohadt életben. Juli úgy örült. Egymás volt. Csak a Juli keveset tudott egy kicsit beszélni, mert hogy ugye mennie kell dolgozni, de benne van. Remélem nem olyan főnöke van, aki hallotta, és még most hogy tudnék még neki. Ja, hogy ez a boldogság irigy? Igen. Hogy ezeket is át kéne idézni. Hétfőre kellene? Igen. Júli, nem is sehova, ma úgy hallom, hosszúzol. Nem mondtam, Júli, hát sajnos előtt. Rovancs van. Hozd a listát, hozd a kettős könyvelést, hozzá mindent, át kell néznünk, igen. Nem, csak nem, jó fej is elengedi. Hello mindenkinek, drága hallgatók, hát eseménydús. Tegnap délutánon vagyok túl. Na mi volt? Nagyon a lovak közé csaptál már egy rögtön. Öcsém! Ebben akkor van kakaó. Nem sok egyébként semmit, mosogatógépet cserélünk, mert 12 éves a régi, és mondta a szerelő, fáradt, hogy... Most már ki kéne venni belőle azt a mosást, amit betette. Mondta, hogy szerintem próbáljuk ki tablettával, mert úgy sokkal szemben most. Meg tegyük bele sót. Kinyitod a vizet. Nyissuk ki a vizet, mert leégett a szivattyú a harmadik. Nem, kicseréltem, és tegnap hozták az újat, és elvitték a régit. És mondtam, hogy... Mondták, hogy szereltessem le szerelővel, mondtam. Bóckodjatok már, gyerekek! Hát most csak lehúzás, semmi más. Nekem mondjátok meg, hogy kell mosogatógépet leszerelni a vízről. Ugyan már? Konkrétan majdnem agyonvágott az áram. Lecsaptam a biztosítékot úgy a házba, hogy beszorult a kocsim, mert nem működött a garázsajtó. A telefonomat nem tudtam tölteni, 5%-on kezdtem el telefonálni, egyik konnektorba se volt áram. A Viki nem tudott bejönni, mert nem működött a külső kapu. Jó, nagyon jó. Konkrétan úgy téptem ki a falból a mosogatógépet, és igazából nincs rá valós fizikai magyarázat, hogy mi történt. Ugyanis már nem volt áram alatt, mert én úgy kezdtem, hogy kihúztam a mosogató alatt a falból az áramkábelét. Majd elkezdtem, ugye kicsavartam két csavarral, ami rögzíti a konyhapultot, és elkezdtem kitépni. És valami ott megszorult, megfeszült, összeért két vezeték, vizet kapott, nem tudom, de valamiről ő még úgy érezte, hogy akkor le kell csapni a fázist kint. Na most ennek az lett az eredménye... Gömbvillám, öcsém, gömbvillám. Ennek az lett az eredménye, hogy kimentem a kis kunyhóba, ahol kint jön az áram, meg a gáz, de nem úgy, mint a Lajcsinál, tehát már mi órával vesszük. Tehát itt nincs semmiféle elterelés. Kis kunyhóval más olyanokban él. Na mondja. Igen. Kimentem a vendégváróba. Igen, kimentél a transzformágazás van, hogy paks, valás. Kimentél Szászalombat. Kimentem a kis kunyhóba, és ott láttam, illetve a villanyszerelő telefonon elmondta, hogy az egyik biztosíték le van csapva. És azt én ilyen 4 ilyen fogantyúval van, én azt visszacsaptam, de még mindig égett egy piros led, és csak a lakás felébe jött vissza az áram. Aha. Kocsi ugyanúgy beszorul, a fűtés nem működik, tölteni nem tudod. Tehát teljes drámában van a család. Persze, Viki, ilyenkor minek nyúltál hozzám, egy se lehet rád bízni, nyilván megint megkaptam. Persze. Mondtam, hogy ehhez vizes kell. Tudod, a megszégyenülés pillanatai, mikor ő előre megmondta, hogy úgyis ez lesz. Tehát, hogy nem tudsz jót tenni, mert ha sikerült volna, akkor jó, megcsináltad, ha viszont rosszul, azt mindenki meg tudja. Ha viszont rosszul sül el, akkor az van, hogy Megmondtam, hogy ez. Megmondtam, hogy nem értesz hozzá. Miattatok csináltam! Csak miattatok az émosatlanat, elmoss az anyád! Megmondtam, hogy nem értesz hozzá. Majd elindult a villanyszerelő Maglódról hozzám este 8 órakor. A házi villanyszerelőnk, Béla. Az jó egyébként. Ez nagyon tudja a dolgokat. De most így berágtam, és kimentem a kis kunyhóban még egyszer, és rájöttem, hogy még egy biztosíték le van csapva. Összetörtem a műanyagot. Annyira ideges voltam, hogy nem, ugye 4 pöcökkel ezt ki kell szedni alul is. Összetörtem, és visszacsaptam. Pak! De ezt és pont akkor, amikor Béla megérkezett. Szerintem lehet, hogy a plombát is átszakítottam, tehát most még meg fognak vádolni azzal, hogy csesztettem a villanyórát. Hív fel Lajcsit, hogy milyen bent az élet, mit csomagoljál, stb. Megmondom, hogy Lajcsi segít meg kicsit. Igen, ha a plombát van vágva, ott azért... Te mit csináltál a plombával, amikor kiderült, hogy jön a hatóság? Plombával? Milyen plombával? Szerintem maszoljál annak, aki szolgáltatja az áramot, hogy jöjjön ki, mert tegnap ez történt. Lehet, hogy kéne. De figyelj, én szólni fogok. Értem, hogy így nagyon ragaszkodok egy a családi tradíciókhoz, de egy Maglódnál közelebb nem találtatok egy villanyszerelőt. Ő kim volt egy munkán, és elindult felém. Este 8-kor, mikor végzett, mondta, hogy addig nem tud. Erre kimentem, fölcsaptam biztosítékot, rájöttem, hogy az egész házba visszajött az áram, hogy fölhívtam, hogy ne gyere, mert megoldottam. Este fél 9-kor, -4 fokos lakás, és mondta, hogy itt vagyok a házit, úgyhogy most az is rohadjál meg, ők is iszom egy kávét. De most már másfél óráig itt fagyoskodom. Úgyhogy beszorult autóval, beszorult garázskapuval, lecsapott nullással, fázissal, ideg lakással, és nem tudom, mivel szórakoztam tegnap. Úgyhogy remek délután volt. Jönni a Szaki Béla, aki bemegy, megnézi, és azt mondja, hogy Balázs, nagyon jól csináltad, de nem a mikrot kellett volna. Igen. Nagyon jó, Balázs, nagyon jó, de az egy mosógép. Így van, Balázs, nagyon szép volt. Na, akkor pakoljuk ki belőle a ruhát, mert ez a mosógép, az meg a mosogatógép. Látja, mi a különbség? Ebben ruhát teszünk, abban eddig. Mutatom neked a kettő közt a különbség, ez egy boxeros, ez pedig egy teáskanna. Na. Úgyhogy az új mosogatógépünk gyönyörű, nagyon szép. Nem, hát az kevésbé fontos, de hogy... Nagyon szép, betoltam a helyére szépen, elvitték a régit, úgyhogy egyre még nincs üzembe helyezve, de... Nagyon csecsén. Egyetlen gondon hátrafele nyílik. Így van, rosszul toltam be, úgyhogy a motoron keresztül kell befakolni mindig az edény, de ezt ki majd megszokja. De egyébként sokan úgy vannak vele, hogy például azt gondolják, hogy ez valamiféle ilyen uri huncutság meg, hogy egyébként is csak viszi az energiát, meg teljesen feleslegesen, de nem. Egy jó mosogatógép az körülbelül 7 liter vízzel megold egy mosást. Vagy lehet egy mosogatás pontosabban, hogy ezért ne beszéljük hülyeséget. Én azt lefosom. Na azt jó, tudjuk, tehát hogy te ezt lefosod, olyan szinten fosom telibe, hogy mennyi vizet használ. Mindenki más. Tehát, engem nem érdekel, lusta vagyok mosogatni. Sokkal gazdaságosabb, mint amikor az ember hagyományos módon mosogat. Hát a nagy ökók azt mondják, hogy egyébként nem, mert vannak ezek a nagyon nagy ökók, akik meg azt mondják, hogy tudod, hogy mosogat el két darab ilyen 2 literes kis műanyag lábosba kiszedi a vizet, az egyikbe elmossa, a másikba előblíti, és utána, tehát egy teljes családi 12-es vacsorát elmosogat, anyám is 2 liter víz. Csak mondom, nem jó. Én nem vagyok egy hardcore arc, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Például mi egy ilyen 20 perces mosásra szoktuk berakni, és még ott is lefelezem a vizet, olyan még nem volt. 20 perc? Hát nekem addig melegít. Én be 1 óra, 2 óra, egy hosszú program. Mindig hosszút csinálok, hogy jó szép tiszta legyen ez egy 20 perc, hát nekem föl se bőg a motor. Hello, Anita, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Én olyan jól szórakozom rajtatok, hogy hallgatlak benneteket, hogy mosásról és mosogatásról beszéltek. Ugye 3 férfi. De rendes hapsik igen, azt akartam hozzátenni, hogy úgy gondoltam, hogy tehát azért férfiak ilyet nem csinálnak. De úgy látszik, változik a világ. Hát 2017-ben megváltoznak az erőviszonyok, de akkor mit csinálunk mi nők? Nullás kábelt szerelek, mosogatógépet a szívemnek, berakom, érted? Egy kicsit vegyünk vissza. Az nem szerelés. Hát, ma még nem fog működni a mosogatógép, de meg valaki nem várja meg, amíg lecsapja a biztosítékot az automata, hanem ő elébe megy a dolgoknak, és ő maga csapja le, úgymond, azért, hogy ne legyen feszültség alatt majd a szerkezet. Balázs nem ezt a boldot választott. Azt hallotta, mindenki más ezt csinálja, ő nem fog beállni sor. Én nem pöcsölök. Világos. Én nem pöcsölök. De abszolút megértem, tehát a kis bénázásodat most így nevezhetjük így idézőjelesen. Nálunk megtörtént az, hogy egy fürdőszobai kád csap cseréből az lett, hogy feltörték az előszobában a járólapot, és a fürdőszobában kicserélték a lefolyórendszerünket. Párod alkotott? Igen. Csak kicserélt a csapot. Aha, igen. És aztán a végén a fél lakást festeni kellett miatta. Ennyi, úgyhogy ti még olcsó megúsztátok. De én is mindig ilyen vagyok. Jót akarok, és mindig rosszul sül el, és mindig az, hogy megmondtam. Mondtam, hogy nem értesz hozzá. Igen. És mindig egyszer be akarom bizonyítani, hogy nézd meg, hát nézd meg, milyen férjed van. Leszerelte a vízről a mosogatógépet, és beszerelte az ujjat. De te is úgy csinálod, hogy úgy kezdesz hozzá, hogy előtte nem nézel használati útmutatót? Mert van egyfajta büszkeség benne, megmondom őszintén. Tehát van egy ilyen irányú büszkeség, hogy az a hülyéknek van. Aha, neked nem mondja meg senki. Tehát a használati útmutatása a félhülyék, azt majd ott ők olvasgatják. Aha. A profik nekiesnek azonnal. Hát ez az eredménye. De nem értem, mit csapta le. Most mondjátok, hogy mit csapta le. Amikor már ki volt húzva. Tehát akkor mi okozott még ott feszültséget? Hát a víz. Valami a vízzel, vagy a kábellel, igen? A vizet elzártad? Nem. Két kábelecske ott összeérhetett, aminek nem kellett volna. Lehet, hogy az volt, igen, hogy két kábel összeért. Mondjuk, ha nincs már fázisban bent, vagy áramon. De milyen kábel? Hát nem, a falba lehet maximum a szigetelése valami probléma. Ha kihúzod azt a kábelt, amivel a gép maga a falba az ki volt húzva, akkor ott már az nem csaphatja ki. Na, tehát jó van. Akkor hát mélyebben akkor... van, ez falbontás lesz nálatok. Igen, is. Akkor hát, lehet, hogy érintésvédelmi szempontból ez a modern szép drága konyha nem annyira patent. Azért ez már férfiasabb beszélgetés. Az előző volt. Aha, én azért utána néznék akkor ott a dolgoknak, még hát... Megcsap a 220. Igen. Úgy pakolok be a mosogatógépbe, hogy senki egyébként, büszke legyél rám. Biztosak leszünk. Hát ennek örülök. De ki is pakolsz, vagy csak be? Nagyon nagy kipakoló vagyok. Az is vagy. Jobban szeretek kipakolni, mint bepakolni. Mindent a helyére? Vagy ahogy gondolod, hogy ott a helye. Hát már minek mi a helye? Nem olvastál a használat utasítást, mert az a hülyének van. Ne, hát már az edényekre gondolok. Ő a kipakolásra gondol. Az nagyon szép dolog, hogyha egy férfi arra vetemedik, hogy be is pakolja a mosogatógépet, meg ki is pakolja. Csak a kérdés, hogy hova pakol utána. A mi rendszerünk szerint jó. Világos. Ne csináljuk már azt, hogy azért, mert te mindig oda teszed, én meg arrébb, akkor a tiéd a jó. Az evőeszközöket úgy pakolom ki, hogy azt játszom, hogy a villák, a kanalak és a kések háborúból jönnek, és akkor a benn maradt villák mindig örülnek a társaiknak, amikor berakom, és azt mondják, hogy még agyvillát, még nem jött meg mindegyik villa. És akkor már az erősítést eljátszom, hogy háborúból jönnek. A merőkanál személyéről. Adjál még kanalat, jó, még jött 3 kanál, és akkor elképzelem, hogy a kanál család odafut a 3 kanálhoz, megöleli, és akkor látom, hogy mindegyik kanál hazaér. És akkor boldogok a kanalanként elváltoztatod. Csak magamban beszélek, tehát nem játszom el ezt a hangost, és ha tudom, hogy benn van egy villa a mosogatóba, akkor a villa család még egy kicsit szomorú, mert nem kapta meg az összes társát. Én komolyan kezdek aggódni miattatok. Úristen, most úgy látom, bevetik a végső fegyvert a tojásszeletelő. Itt vagyok. Jézus, a tojás. De valahogy fel kell dobni azt, hogy az ember kipakolja a mosogatógépet. Tehát annál unalmasabbat, viszont teregetni nem teregetek, és nem is vasalok. Ezért vettem a Vikinek egy szállítógépet. Aha. De kedves tőled. Egyébként okosan megoldottad. Én rámentem a praktikumra. Gépesítek mindent. Ja, mindent. Látom. Csak aztán utána új házat kell majd építeni. Black Dick 3000, így bú, arra megyek haza. Most toltam át neki egy linket a Sunashimi 2005-ről. Az is gépesítve van. Voltam aztán a baj, a 3 ágú vibrátort vettem. Néha én is megkívánom. Oda sattad neki. De attól meg nem féltek, hogy így, hogy mindent gépesítetek otthon, a végén nem lesz rátok szükség? Hát ez egy jó kérdés igazából. Mindent megcsinálnak a gépek. Nem. A feleségem nem lenne hajlandó soha arra, hogy például a tányérokat úgy rakja össze, hogy minden ugyanabba az irányba nézzen. Ezt én megoldom helyette. És a gép? Már hogy a mosogatógépben mindegyik ugyanoda nézzen, vagy hogy? Nem, amikor visszarakom a szekrénybe. Ja, visszarakod a szekrénybe. Mint ugyanabba az irányba néz. Jézus. Még egy kényszerbeteg? Hát már megismerem. Nálunk nincsen olyan, hogy bent a fiókba a kis kanalak mondjuk úgy vannak szépen berakva, hogy mindegyiknek megvan a saját kis fakja. Olyan nincsen, hogy két kanál között van egy üres fak. Az üres fak, az a legszélén van. Világos. Jézus. Nem? Na, ezt képest én így reptében dobom be a tányérokat a szekrénybe, én befrizbizem őket így. Benn van a 4, benn van a négy lapos, és simán, hát én nem mintázgatok, mondom, eljátszom a kis villacsaládomat, de nem rakosgatom így. Tehát... Azt hittem, én élek együtt egy munkkal, de ezek szerint a te feleségednek se könnyű. Ja, ő nagyon dura. A Janit úgy tudod kikészíteni, hogy beavatoskodsz a konyhába, és egy kis kanalat megfordítasz. Igen. A sorba. Vége lenne. Nem akarom kihúzni a gyufát nála, azt hiszem. Van egy villánk, ami egy másik készletből származik, őt soha nem rakom be a fiókba például, ő mindig benn marad. Mindig beleszúrod a tenyeredbe. A kanálszállítóban. Nem, mert nem oda tartozik. Ja, és ő állandó mosogatás alatt van? De miért nem dobod ki? Ha ennyire zavar. Régi családi villa. Igen. Igen? Ennyi. A többit eladtad? Egy darab ezüst villamarat, a többit beadtad az aciba. Mi? Jöttél belőle 10 kaparós rózsegyet. A nagymamáért egyet megtartok. Apám után még van egy szaronjelű bicska is, meg egy fenőkönyv. Érde, azt nem mondom. Csak az mindig ott marad a szárítóba, vagy a mosogatógépben? Soha nem rakom be. Szegény világ. Csak eztek elmosod, vagy onnan veszed ki. Mindig eszel és újra berakod. Igen. Aha. Azért ott is van baj, nálad is. Én ezt tudtam, tehát ezt én ismertem, de azért érted, nálam is, meg nálad is, hát mindenkinél van. Szor, de engem nem basz meg az áram. Egyébként... De ma jön a szerelő, úgyhogy elolvasom a használatos ütestecset, mondta, hogy bekötés a szerelő, úgyhogy most föladtam az elvémet, és 4-4-re ott a szerelő, aki beköti. Megnézted a kötést, mert a kötés az gyakorlatban annyi, hogy lecsavarod a régit, egy ilyen nagy műanyag akármicsoda van, betolod a helyére az újat, és azt visszacsavarod. Igen, amikor tegnap elmondta a villanyszerelő, hogy ne nagyon kutassak ott a fázisnál a kis kamrámban, mert ott azért a rossz helyre nyúlok, megcsap az áram, és akkor vettem egy fakanalat, és fakanállal nyomtam vissza a biztosítékot, mert féltem, hogy megvág, és mondtam a mosogatógépszerelő, hogy várjak egy picit. Ne nagyon ott. Ha van földelési hiba, vagy bármi, akkor nem biztos, hogy jó. Úgyhogy nem. Igen. Ez az áram le... Felveszem a kis faklumpámat, aztán inkább nem emberkedem, mert nem akarok. Nem akarok, hogy megvágjon az ipari áram. Számodra biztos, amikor megérkezik a kis kezes lábasomba, a kis eszközeimmel, a kis furcsa kis szerszámaim, az olyan, mintha mindig farsag lenne, de ez egy szakma. Igen. Én vagyok a mosogatógépszerelő, engedj be. Ne felejtsd, ez egy szakma. Na jó van, szóval ez történt, gyerekek, tegnap, hát eseménydús volt. Örülök, hogy túlélted. De látod? Hát te látom a szemedből, hogy büszke vagy rá. Én nagyon, komolyan nagyon büszke. Bár nem jutál volna hozzád, de büszke nem látom soha. A feleségem szemében miért mindig csak megvetés látom? Hát figyelj, nem az én lakásomat teszed tönkre, úgyhogy én lehetek rád büszke. Az is igen, bár azért van ökölben a kezem, mert 5 ujja elszenesedett, de a mosoly őszinte. Tudod, milyen szar, mikor megy a karodon a 220, és már nagyon zsibbad. És nincs csak egy partvisor előtt. Sőn a mosogatógép, csak közelben egy könyves, aki leverne egy lapáttal.